Szeretettel köszöntöm mindenkit itt a Rejlő Mihály Városi Művelődési Központban. Ez a 17. alkalom, amikor ilyen szép számmal találkozunk, a Békés Megyei Nyugdíjas Énekkarok, kórusok, szólisták és most már kibővítve tánccsoportok találkozóján. Engedjék meg, hogy köszöntsem meghívott vendégeinket. Ruhán László Elekváros polgármesterét, Dr. Helyné Márti Mária alpolgármesterasszony, Tudóci András alpolgármester urat, Búsné Magdikát, aki a Békés Megyei Életet az Éveknek Szövetség alelnöke, és Ágyarán Györgyöt, aki a Napsugár Nyugdíjas Egyesület elnöke, aki most ugyan ebben a színben van itt, de képviseli a megyei önkormányzatot is, mint önkormányzati képviselő. És szeretném köszönteni azokat a csoportokat, akik elfogadták a meghívásunkat, és azokat a szólistákat, akik bemutatkoznak ma. A köszöntőt nem fogom most név szerint, hiszen mindenkinek fogjuk hallani a nevét, a kolléganőnek átadom a szót rögtön, hogy elkezdhessük a fellépést, hogy ne húzzuk túl soká, hiszen tudom, hogy másoknak még délután is van programjuk. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat! Csókolom mindenkit, jó napot kívánok, engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket immár 17. alkalommal, hiszen ez egy hagyományosan eleki rendezvény, egy hagyományosan eleki találkozó. Ebben a minőségben éppen most köszöntöm önöket 15. alkalommal, tisztelettel köszöntöm valamennyi kedves meghívott vendégeinket, alelnök asszonyt, a polgármestereket és mindenki, aki megjelent. Számunkra ez nagyon fontos, ez a rendezvény, és különös aktualitása van, hiszen épp a idősebb világ napja előtt vagyunk, és ebben a minőségben is hagyj köszöntsem önöket, kívánom önöknek hosszú életet és jó egészséget, és telekem érezzék jól magukat és jó szórakozást. Köszönöm szépen! Elsőként fordítom a filmhadra Gajdos Istvánnél, Mezőkovács házáról. Gyerekkora óta szeret énekelni, sok fesztiválon, versenyen, falunapokon vett részt, ahol arany, ezüst vagy külön díjban részesítették. Magyar nótákat, csárdásokat hallhatunk tőle most, és utána felkészül Bábó Erzsébet. Kedves barátaim, a Mezőkovács Házi Szivárvány Egyesület vezetősége és tagjai nevében kívánok mindenkinek jó szórakozást és nagyon jó egészséget. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok szeretettel ezt a magyar nótacsokrot. Megsárgul a levél szeptembernek végén, megfárad az ember őszi korba élvén. Amikor az őszben nyílhatnak virágok, ma boldogan én is kis kapuba állok, unokákra várok. Kacagva nevetve rohannak karomba, mennyire szeretnek
jövőt látom. Drága unokáim, én csak azt kívánom. Rátok öröm, várjon. Csillogó szemükben, én a jövőt látom. Drága unokáim, én csak azt kívánom. Rátok öröm, várjon. Szeretném, ha minden álmom valósággá válna. Szeretném, ha a két szemben nem ragyogna másra. Szeretném, ha hogy a lelkem tiszta, az évek, mit nékem adtál, nem kívánod soha többé vissza. Nem törődök a világgal, nem törődök mással, tele van az én szívem is sok-sok csalódással. Üthet rajtam minden ember, hogyha akar százal. Csak a kezed, a te kezed, simogassa meg a két orcámat. Üthet rajtam, hogyha akar század, csak a kezed, a te kezed, simogassa meg a két orcámon. Ruszlik a man piros rózsa, babám tőled kaptam. Visszakadtam a szívemet, nem ösvettem lányát. Összetíted, meggyűjtöttem, kínosztott halálra. Ilyen szívvel, beteg szívvel, nem tudok én élni. Elmegyek az Úristenhez, egy új szívet élni. Úgy neveltem szegény,
mondani. A szívemet nyomja nagyon valami, elszállt hosszú éven, vissza sose térne, mégse könnyű érte, könnyet ejteni. Ha én azt most ki is tudnám, a szívemet nyomja nagyon valami, édesanyám, én most előtted lehajlok, szavak helyett könnyen köszönetet mondok. Mire való az alakút, két fele van szája, hogyha esik a láncidat, betolják a lája. Hogyha pedig a napsugár fent ragyog az égen, oda járunk a babámmal csókolózni szépen. Innen megyünk, onnan megyünk, ahogy kedvű tartja. A láncidik oroszlán sem csodálkozik rajta. Hogyha pedig csodálkozna, gondoltuk mi erre, a láncidik oroszlának hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkozna, gondoltuk mi erre, a láncidik oroszlának hiányzik a nyelve. Balaton közepén ám dalgat kerítve, kerítés tövében száz rózsa ültetve, száz rózsa levele ősszel, mint lehull a vízzel, szerető karégi most jutott eszembe. Ringató Balatonhoz tőtt nekem vissza, elmennék én vélem a két tó kellős közepébe, ahol a Balaton nádal van kerítve. Kedvér Irén ezek Kovács házáról. Irénke 6. éve kezdett citer a zenét, és népdal éneklést tanulni édesapja és nagybát emlékére. A Szivárvány Nyugdíjas Egyesület tagja, több arany, bronz minősítéssel is elismerték. Népdalt soktat hallhatunk most tőle. Thank you.
érkezik felépünk Vanyika János Békés Csabáról. János a Békés Csabai őszidő nyugdíjas tagja, több mint 10 éve énekel. Arany, ezüst, bronz minősítéssel is elismerték tudását. Szívesen énekül szlovákul is. Utána felkészül Máté Lászlóné. Késő jöttél hozzám őszi erre vadástól. Sárga levelek hullottak a pártól. Yeah.
Mihálynak az, hogy mindenik ember lelkében dalni.
és saját lelkét hallja minden dalban. Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. És ennek jegyében akkor elkezdem a kis tanulmányt. Nézek a nagy összeségben, kutatom a futó felhők titkát. Kérdezem, hogy mi lesz velem, mondja meg, hogy a jövőből mit lát. Azt mondja a kókor felhők, hogy a tavasz közel jár már hozzá. Gondol rám a kedves rózsám, ez a májusból pont nyaragt hoz rám. Amióta elköszöntél, visszavárlak a titkot lesve. Féltre őrzem azt a rózsát, amit adtál egy szép nyári este. Mert a szív az nem játékszer, egyszer tud csak igazán szeretni. Rajtad kívül nem kell senki, talán te se tudnál másé lenni. Mert a szív az nem játékszer, egyszer tud csak igazán szeretni. Ha szívedbe zárnád, szebb lenne az élet. Nincs is igaz nagy szerelem,
Széna valam, de inkább szepírne az
Miska, aki közben majd felvet a mélyre. Szálljon le a két kezem, ha én hozzád érek. Ha meg így van, felejtsd, ha minek járt a szája, a fenének ügyekével a tempocsíjára. Jó, mormon, ravon.
De trihány de szöveg, mond rájuk majd minden. De trihány de szöveg, mond rájuk majd minden. Jó, morra mond rájuk. Kvartu csepa csáca, véja mellé bráca. Címet, 2013-ban városi polgármesteri
dicsérők levélben részesültek, és 2016-ban a Kóta országos versenyén ezüst minősítést kaptak. Célunk a hagyományok ápolása és továbbadása. Őket követi, utána a csapatába követi. Szép a gyöngyvirág, egy csatorna. Ha megkötik gyöngy, hozzalóba, mikor felteszik a leánc fejére, akkor száll a bánat a szívére. Akkor szép az
Yeah.
népdalfő tagjai, a népszene és a népdal kedvelőiből alakult olyan elhatározással, hogy minél szélesebb körben szövődjenek barátságok a kultúrák megőrzésével kapcsolatban a többi megyék és határainkon túli népdalkörökkel. Népdalkörök névadója a Gyulánél Dempó Józsefné, Bartók Béla több mint 80 népdalt gyűjtött tőle. Jelenleg a viseletük nem adja vissza a múltat. Pályázatuk a Csóri Sándor alapkiírásában nyert, így folyamatban maradva a beszerzésük. Most Szatmár és Békés megyébe gyűjtött népdalokat hoztak nekünk. Utánuk felkészült a Barátság Nyugdíjas Egyesület Barátság Népdalköre. Yeah.
Következik a Barátság Nyugdíjas Egyesület Barátság Népdalköre részéről. Az Egyesület formában alakult meg 1985-ben. 1989-ben az Egyesületen belül megalakult a Népdalkör. Elsősorban a Bartók által gyűjtött népdalokat fűzik csoportba, ezzel ápolva a vészői Bartók hagyományokat. Több alkalommal szerepeltek a televízióban is, sok megmérettetésen részt vettek, minden alkalommal kiemelkedő eredménnyel. Dalcsokról hallhatunk most tőlük. Utána következik Csirkán László. Hey!
születtek a Csehmállászló, akitől magyar mutacsokrat hallhatunk. S őt követi a Békésszaba Városi Nyugdíjas Egyesület hétszínvirág néptáncsoportja. Amikor néked vittem minden nyíló orgonavirágot, két szemekből rám ragyogni, láttam én a fényes mennyországot. Kacagott a napsugár is, billó nyitott minden rózsaságot. Amikor a csókod éget, szerelmesen először a számol. Valamikor a boldogság a szívbe rakott egy kis fészke. Azt hittem, hogy a hűséget a szerelme tiszta lábbal éget. Te ígértél boldogságot, te mondtad, hogy soha el nem válunk. Alig hullott le a rózsa, te is én is más utakon jártunk. Te ígértél boldogságot, te mondtad, hogy soha el nem válunk. Alig hullott le a rózsa, te is én is más utakon jártunk. Messze van a kicsi falu, de a tornyok mégis ide látszik. E kis falunnak utcáiban az a gázdag éppen most virágzik. Ne szeretnék hazamenni, e a gázdag közt meg mi lenni várni. És az esti harangszónál valakire szívdobogva várni. De szeretnék virágokhoz valamennyi egy csoportba szedni. És egy csendes nyári estén ablakodva lopok oda tenni. Könnyeimmel megöntözném, de megcsókolnék minden szálvirágot. És azután úgy, mint régen, véled együtt járnánk a világot. Könnyeimmel megöntözném, megcsókolnék minden szálvirágot. És azután úgy, mint régen, véled együtt járnánk a világot. Én már innen elmegyek, én kökény szemű barna kislány, a jó Isten áldjon meg, ne adjon Isten, hogy szeretőd, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodom, az Isten tudja, mikor lesz. Ne adjon Isten, hogy szeretőd, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodom, az Isten tudja, mikor lesz. Ne rigó, rigó, sárga rigó, most hullatja a tollát. Az én kedves kis angyalom, siratja a babáját. Ne ú, siratja, majd meghasad a szíve. Tegnap előtt volt egy hete,
hogy nem beszélhettem véle. Úsi ratja, úsi ratja, majd meghasolt a szíve. Tegnap előtt volt egy hete, hogy nem beszélhettem véle. A rakszik az édes anyám, hogy én megházasodtam, hogy én az ő hajlékában ilyen szegény lányt hoztam. Szegény a lány, édes anyám, legazdagabb szerelme, száz volt fölnél is többet ér a ranyogó fekete szeme. Fölnél is többet ér a ranyogó fekete szeme. Ha bemegyek a kocsmába, rávágok az asztalra. Azt kérdi a kocsmáros, hogy csörgelne vagy bájunkat. És ha elnőttem, barellőttem, karjaimban a kicsike babá. Hátam mögött egy budapesti cigány, a szépe muzsikát. És rellőttem, dorellőttem, karjaimban a kicsike babát. Láttam mögött a budapesti cigány banda, szépe muzsikát. És következik a Békés Csaba Városi Nyugdíjas Egyesület Kékszínvirág néptánc csoportja. Az országos nyugdíjas Simítudor ezüstminősítést, az országos Senior Tánc Fesztiválon aranyminősítést ért el az idén a csoport, bemutatásra szánt művük, esték baterkázás Bökönyben, és utána felkészül a Nagyszénásség Gondozási Központ idősebb klubja.
következik a Nagyszínási Gondozási Központ még egy tánccal, és őt követi Bár György. Dönös áll, kérdőn drúcsa mellé,
Yeah.
na rieku Česva Česemni. Kramina Aljončok, Kramina Aljončok, vej, Žitěm půžila mi sluch mej, Žitěm půžila mi sluch mej, Žitěm půžila mi sluch mej, Žitěm půžila mi sluch mej. Vélemények a zárásaként, utolsó műsorszámként az Eleki Román Hagyományőrző Tájnok Egyesület következik. Az Eleki Román kultúrcsoport 1945-ben alakult. Feladatuknak tartották az eleki hagyományok felkutatását, színpadra állítását. Többek között az Eleki Román lapodalmas, az Eleki turkajárás, az Eleki zsok és az Eleki Román népdalok bemutatását. Az együttesben 4 népművészet mestere, 2 ifjú népművészet mestere, 2 Fülöp Ferenc díjas táncos szerepel. 1999-ben Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesületté alakultak. Céljuk, hogy minél több fiatalnak átadhassák az Eleki Román hagyományok ápolásának szeretetét. Fogadják őket sok szeretettel. Thank you.
alkalom, ugye ezt említettük az elején, és minden alkalommal egy ajándéktárgyal és egy ötevével köszöntjük meg azoknak a fellépést, akik részt vettek a találkozón, úgyhogy kezdjük is az elején. Köszönjük Máté Lászlónak, Máté László Némodika névnek. Szerintem kiszaladt valamiért, azt hitte, hogy szünet van, meg fogja kapni. Vajdos Istvánné. Nacsa Andrásné. Marika, téged hívunk nekem pont az ajándék Márpéterre. Fehér Irénnek köszönjük a citera játékát. És közben megjött Monika néni, hogy átadjuk neki is akkor az ajándékot, meg az oklevelet. Már is átöltözött közben világban, és ezért nem találtuk. Köszönjük Váró Erzsébetnek az éneket. Bányi Őszi Bolyának a dalcsoport. Köszönjük Barászka Péternek is az éneket. Thank you.
Zuglai Ill és Anna néptal körkére. Pályázat útján a feleségem került a helyemre, úgyhogy jobb folytonosan
én szeretném mondani. Az azt kívánom, hogy még 30 év múlva is találkozunk, énekeljünk, kérdezünk, kommentálunk, jó évvel kívánok, és utána lehet nézni, hogy ezt a sikéreket.